2008, amikor az első válság kezdődött, akkor a dolgozóimból nagyon sok kollégát kivittünk egy mérkőzésre, és megmutattuk nekik, hogyha egy válságos gazdasági környezetben úgy tudnak küzdeni, mint ahogy ez a csapat tud küzdeni a jégen az ellenfelekkel, akkor minket, mint válcsoportot nem fog érni semmi egy gazdasági rossz recessziós környezetbe. Ők voltak a példa a dolgozóinak, tehát párhuzamot is tudtunk állítani. A küzdés az, ami nekünk mindig lelkesedést adott, és ezért nézünk fel rájuk nagyon. Én, mint szponzor, maximálisan elégedett vagyok. Ugye 3 éve kezdtem a csapatot szponzorálni, gépjárművekkel, ugye, mint Suzuki Barta, Opel Barta. Szerintem ez a 3 év a legsikeresebb volt az utolsó 10-ben vagy 20-ban. Azt gondolom, hogy egy nagyon-nagyon szép, nagyon jó szezont zárhattunk, főleg a Bajnokok Ligájába indulásnak, a jogának az elnyerése egy nagyon fontos pont volt, főleg azért, hogy itt az új Alba Arénába tudjuk ezeket a meccseket már megrendezni. Én mindig élvezem a mérkőzéseket, sajnos néha sokat kell kiabálni, ezért be is rekedünk abba a hidegbe, másnap nehéz dolgozni, kicsit fáj az embernek a torka. Hát most így ki kéne emelnem egy-két komolyabb pillanatot, akkor amikor berobban a csarnok, és ugye szembe ülünk a nagy szurkolókkal, a nagy bázissal, a kemény maggal, akkor az az átütő hangerő az, ami mindig ilyen élmény, tehát az ember így rezeg is az egészbe. Úgyhogy nagyon jó élmény minden meccs. Egy hét az még kevés volt ahhoz, hogy teljesen kikristályosodjon a vélemény. Az egész szezon nagyon jól alakult, várakozásaink felett teljesített a csapat, főleg az alapszakaszban. A rájátszás vége alakult úgy, ugye, amitől egy kissé keserű az ember szájíze. De ha mérlegre tesszük a pozitív és a negatív dolgokat, én azt gondolom, hogy mindenképpen a pozitív dolgok irányába billen el a mérleg nyelve. De alapvetően elégedett vagyok a csapat teljesítményével, nagyon sok szép pillanatot szereztek nekünk. Szerintem nagyon különleges érzés volt részese lenni ennek a szezonnak, nem csak azért, mert hogy ilyen szép és nagyon sok győzelmet és eredményt értek el a csapatok, hanem maga azt a hangulatot átélni. És persze benne van az is, hogy ez az utolsó szezon volt a Raktár utcában, de azt gondolom, hogy mindezt az összességét, ezt a milliót mind érdemes volt megélni és személyesen részt venni a mérkőzéseken. Szerintem nagyon jó volt, sokat nyertünk, de nem minden meccsen voltam kint azért. Ennyit tudok mondani. Néhány nap ülepedés után nyilvánvalóan azt gondolom, hogy összességében ez egy kiváló szezon volt. Nagyon jó karaktert mutatott a csapat, különösen a tekintetben, hogy egy gyakorlatilag újonc edzővel, még akkor is, hogyha ez az újonc edző a mi kutyánk kölykeként itt Fehérváron nevelkedik, de azért ismerte a klubot, a rendszert, de mégiscsak egy új kihívással. Ahhoz képest egy történelmi csúcsokat döntögető alapszakasszal és egy 7 mérkőzéses szériával köszöntünk el. A másik oldalról nézve elismertem már itt a köszöntőmben is, hogy amilyen váratlan fordulattal kezdődött a szezon számunkra Kevin váratlan távozásával, egy kicsit ugyanolyan váratlan fordulattal és egy kisebb pofonnal ért véget hirtelen azzal, hogy a 7. mérkőzésen itthon hazai pályán nem tudtuk behúzni azt a mérkőzést és az elődöntőben folytatni, de tudomásul kell venni, hogy az élet nem mindig Hollywood. Ha valamire nem vagyunk készen, azt nem biztos, hogy ajándékképpen megkapjuk, most ez történt velünk, de nem szakmázva is meggyőződésem, hogy annak a hétmesnek a tapasztalata többet ér, mint 5 vagy 6 széria győzelem az alapszakaszban. Így azt gondolom, hogy ezeket a tapasztalatokat a Duduék kiválóan be fogják tudni építeni majd a szakmai munkájukba, és előnyünkre fog válni ez a tanulás. Ezzel a kéréssel fordultam most a támogatóinkhoz ennek az összejövetelen, hogy arra kérem őket, hogy a továbbiakban is maradjanak mellettünk, aki tud, támogatásán akár növeljen is. Szerencsére a város, és ezért külön köszönet jár, mint legerősebb alapkérőnk továbbra is stabilan ott áll mögöttünk. A várossal közösen terveztük az elmúlt éveket is, szerencsére be tudtuk tartani mi a klub részéről azt az ígéretünket, hogy ahogy épül a csarnok, úgy egyre stabilabb, egyre az Ice Ligába egyre inkább belerősödő csapatot fogunk építeni, és azzal igyekszünk idejönni. Én azt gondolom, mindenféle nagy képviség és túlzás nélkül, hogy ezt a klub részéről teljesítettük. Most már sorozatban negyedszer értünk el rájátszástérő helyet az alapszakaszban. Az elmúlt 3 évből 2-szer bajnokok, az általad is említett Bajnokok Ligája szereplést ért el a csapat.
a lehető legjobb időpontban, hiszen mi lehetne annál jobb, mint hogy a csapat részéről Európai Bajnokok Ligája mérkőzésekkel avatni a csarnokot, és oda hívni és várni a szurkolókat.